Karácsonyi ünnepkör az adventtel kezdődik, és annyira érdekes tanulmányozni, hogy a szüleink, nagyszüleink és őseink hogyan élték meg ezt az időszakot, hogyan készültek fel az ünnepekre. A lényeg az az, hogy általában kétszer volt disznóölés családonként, ami azt jelenti, hogy főleg sertéshúsból készült ételeket ettek karácsonykor és január első időszakában. Úgyhogy érdemes szerintem visszatérnünk a hagyományokhoz, és elkészíteni ezeket a klasszikus ünnepi ételeket, amiket a nagyszüleink, szüleink készítettek sertéshúsból. Már elkészítettem a sörös, sörben sült csülköt, a péknémódrát, sokfélét, a mézes mustárosat is, és most elkészítem, megmutatom, hogy hogy készül a bajor csülök, szerintem isteni finom, úgyhogy érdemes ezt is fölvenni az étlapunkra. Ez a bajor csülök egy vizes pácban érlelődik 24 órát. Ebben az esetben literenként egy púpos evőkanál sót adunk a vízhez, de mérhetjük is, hogy 3 deka. Adunk hozzá egy csomó fokhagymát, lehet akár egy egész fej fokhagymát is belerakni, 3-4 babérlevél és bors. És utána pedig fogom a megmosott csülköt, és ebbe elsüllyesztem. Befedjük és betesszük vagy a hűtőszekrénybe, vagy egy hideg kamrába, pincébe, egy 24 órára ezt a vizes pácolt csülköt. Amikor letelt a 24 óra, akkor szerencsére már sok dolgunk nincs a csülökkel. Fogunk egy tepsit, teszünk bele egy kis mangalica, vagy egyéb sertészsírt. A lényeg az az, hogy én mindig kisütött és nem préselt sertészsírral dolgozom, mert sokkal finomabb az íze. És akkor erre ráhelyezem a bepácolódott csülköt. És világos sörrel jól meglocsolom. A legjobb minőségű alapanyagokból lehet nagyon finom ételeket készíteni, és még tápanyagot is adunk, szükséges tápanyagokat, nem csak kalóriát a szervezetünknek. És tulajdonképpen egy jó minőségű sertéshús tele van ásványi anyagokkal, aminósavakkal, vassal, mikroelemekkel, fehérjével, tehát minden megvan benne, amire szüksége van a szervezetünknek. Egy a fontos, semmit ne vigyünk túlzásba. Ennyi egyszerre elég is, és a 150 fokra előmelegített sütőbe letakarás nélkül beleteszem, ugyanis locsolgatnom kell majd, ezért fölösleges befedni. Neki kezdhetek a káposztának, erre körülbelül egy fél órát kell hagyni. Igazán szép savanyú káposztát kaptam. Ennek az ételnek is a szalonna adja meg a lelkét. És ehhez a káposztához sok hagyma kell, viszonylag sok hagyma, tehát 3 fej hagymát fogok szálasra vágni, és azt még nem mondtam, hogy természetesen, hogy passzoljon a sörös sült csülökhöz az íze, sörrel fogom felengedni, és abban párolom. Sertészsírral elindítom a jó kis szalonnát, és nem túl magas hőmérsékleten. Amikor ilyen szépen kiolvadt a szalonnából a zsíradék, jöhet rá a félfőre vágott hagyma. Ugye a szalonna sózott, úgyhogy most plusz sózást nem teszek rá, hiszen a káposzta is sózott lett, és már akkor elsóznám a kész ételt. És most szépen üvegesre megdínsztelem a hagymát, épp hogy kezdjen megrogyni, és akkor teszem rá a káposztát. Eldínsztelem, felöntöm sörrel, és egy 20 perc, fél óra alatt készre párolom. A
ahányszor így lesülli a szaftját, vagyis a sört a káposzta, annyiszor töltsünk utána, egészen addig, amíg a kívánt puhasságát el nem érjük. És ugyanezt tesszük ugye a csülökkel is. És addig, amíg meg nem puhul, addig időnként meglocsolgatjuk sörrel, vagy azzal a sörös, zsíros szafttal, ami a csülök alatt van. És utána a csülökre csak rápirítunk, készíthetünk akár még főtt krumplit mellé, és kész van a tökéletes ünnepi vacsora. Borbás Marcsi minden könyve a www.egypontshop.hu oldalról rendelhető.